Sziasztok! Ma kütyűzni fogunk. Ugye korábban már mutattam olyan kütyűt, amivel fölfújtuk az autó kerekét, de persze fölfújhatsz vele labdát, bringát, nyáron sporteszközöket, jó, szóval ne csak az autó kerekére fókuszálj. Meg mutattam olyat, amivel bebikáztuk az öreg Mercit, túrtam a netet, figyelj, és találtam egy olyan dobozt, ami 4-1-ben, Auto Smart Kit, és 4-1-ben moduláris felépítésű, van benne egy powerbank, ez az említett kompresszor, minden akkumulátorról megy, minden ugyanarról az aksiról, egy porszívó, amivel gyorsan még rendbe lehet rakni az autót, és ez a legérdekesebb, egy autómosó, egy nagy nyomású mosó. Kibontjuk, megnézzük, kipróbáljuk és elmondom, hogy hasznos-e. Bob Deere, ilyen termékek már jártak nálam. Ez nem az a nagyon gagyi kínai cucc, úgyhogy nekem ez tetszik. Na nézzük, első kibontás, mit rejt a doboz. Hú, tök jók ezek az unboxing, annyi unboxing videót nézek. Várjál, ebben csak egy másik doboz van. Ó, az milyen kultúrát, oda néz. Hát akkor menjünk tovább. Ez szép, ez nagyon kultúrát. Ez is. Na hát itt vannak a cuccok. Azért ez elég szépen össze van rakva, nem? Egy jó kis leírás. Igen, itt benne vannak a műszaki teljesítmények is. Jó, ezt most egyelőre félretesszük, mert képesek vagyunk ezt megoldani. Ugye ez lesz maga az akkumulátor. Egész jó. Minőségét tekintve is. Ez rendben van. Jó minőségű műanyagból van. Itt van egy töltő. Ja nem, ez egy USB, akkor ez... Ugye ez egy powerbank önmagában, ez egy klasszikus USB, és itt egy Type-C. Gondolom ezen keresztül kell feltölteni, megnézzük. Teljesen fel is van töltve, gyárilag. Nagyon jó, és ha minden igaz, ez itt egy vezeték nélküli töltő. Ezt majd mindjárt ki is próbálom. Akkumulátor, első funkció, vezeték nélküli töltés, és csinálja! Mi van még ebben a csomagban? Ez itt a... Ez is milyen kultúrát, nézd! Szépen be van zacskózva. Aha, ez az autó mosóhoz a vízcső. Szuper. Szerintem ez ilyen mosótartály, hogyha mosószert rakunk bele. Na, mi van még? Ja, és ezt már megismertük egy korábbi videóból, amikor a kereket fújtuk föl. Igen. Ez jó. Egyébként ez tényleg jó. Majd, ha ez működik, ezt használni fogjuk. Ez itt a... ezt a moduláris részt, ami az akkumulátor. Ez a kompresszor, itt van a... itt tudod beállítani a nyomást, most ugye 0 bar, és bringára van állítva. Igen. Ez a kompresszor, erre tesszük rá ezt. Ez korábban, egy korábbi videóval már csináltam, az nem így nézett ki. Fölfújta egyébként a Volvónak a kerekét, de megint mondom, sporteszközökre, focilabdára, ilyesmire gondolj. Na, akkor ez a kompresszor rész. Jó, majd ezt is kipróbáljuk. Mi van még a csomagban? Akkor ez lesz a porszívó. Porszívó? Hogy tetszik a porszívó? Nagyon tetszik a porszívó? Szeretnél ezzel autót porszívózni, Marianna? Persze. Azt észrevettétek, nem tudom látok, hogy van, de nálunk mindig úgy van, hogy az én dolgom az autók tisztántartása, az, hogy valahogy a házat, meg a kertet, meg a mindent a patikába rak, de az autóval nem bír. Az a pasik dolga. Figyelj, moduláris, ugye? Megint csak azt tudom mondani, hogy egyébként jó az anyag, nem? Okay. Ránézésre is jó, meg hogy érzése, tapintása is jó. Ez nem egy, egyébként ez nem egy ilyen olcsó kínai vacak. Na, bekapcsoljuk, megnézzük. Így már csinos, ugye? Oda néz! Elnézést kívánok! Ez tök jó! És figyelj! Kérem! De nem is így. Így. Turbóra kapcsolt, várjál! Kipróbáljuk majd. Oké. Okay. És akkor, hogyha ez egy porszívó, akkor ennek kell, hogy legyen valahol szűrője, szűrő betétje. Aha, nézd! Itt is van. És ez is. Ez korrekt. Figyelj, hogyha erre azt írták volna, hogy
nem tudom, itt a LG, vagy bármi, ugyanúgy elhinnéd róla, nem? Popdír. Jó ez a cucc. Porszívó akkor működik. És akkor erre leszek leginkább kíváncsi, mert otthon fogjuk kipróbálni, mert itt nem biztos, hogy megvan hozzá minden lehetőség. Ezzel le tudjuk majd mosni az autót. Persze ne arra gondolj, hogy úgy fogod lemosni az autót, mintha bevinnéd a nagynyomású mosóba, de mondjuk például a forgatásnál, vagy az ilyen nagyon kattantaknak, akik nem bírják elviselni, hogy mondjuk rákakilt a madár, és azonnal nem le akarják mosni, azoknak szórófej. Ezt még megmutatom. Ja, ez ilyen különböző fokokra van osztva, hogy hány fokos vízsugár jön ki belőle. Moduláris? Ez tetszik. Ez kezd tetszeni nekem. Ezt majd betesszük a kocsiba, és minden tesztautót egy kicsit előtte megsimogatunk. Ráraktam ezt a moduláris akkumulátort, egyébként 15.000 mAh, ha még nem mondtam volna. Oké? Okay. Ez nagyon jó. Hozok vizet, kipróbáljuk, hogy milyen nyomást tud csinálni. Ezt nem hagyhatjuk annyiban. Hoztam vizet, mert ugye ennek pont az a lényege, most már nyilván összeállt nektek is, hogy hordozható, nem kell hozzá kiépített infrastruktúra, nem kell bedugni a nagynyomású kompresszoros mosót, és hogyha hozol így vizet, ezt fogjuk kipróbálni, akkor is működik. Menjünk le a kocsihoz, és egy kicsit megmossuk. Biztos benne van a leírásában, hogy ez hány méter hosszú, de mi ezt most tapasztalati úton fogjuk megtippelni. Fog meg ezt a felét? Hát az mennyi? Ez az autó 4, ez több. Hát az autó az 4 fölött, 4,5 mondjuk. Ez 5 méter. Ez 5 méter. Na, akkor ez már most nagyon tetszik. Ez az otthoni, ez szerintem egy 3/4-es csatlakozó, de aztán lehet, hogy tévedek. Viszont otthon van ilyenünk, a slagunk is ilyen. Tessék belelógatni a végét a vízbe. Ott a szűrő. Készen állsz? Készen állsz mindenre is? Az ablak le van húzva. Itt hátul mozdok. Jó, akkor hátul. Mehet? Oda néz! Oda néz! Állítunk rajta. Állítunk az elején. Jó, nem? Figyelj, 15 fok. Indul! Oda néz! El is fogyott a víz. Azt hittem, hogy felszívta. Szív föl, begyem a vizet. Srácok, működik. Nem mondom, hogy ez most olyan, mintha lemennél abba a bizonyos kézi mosóba, hova mindenki jár szerintem, de működik. És az egész akkumulátorról megy. Még a porszívóját kipróbáljuk. Közben azt elmondom, hogy körülbelül olyan 50.000 forint környéke, hogy találtok egy linket, ahonnan én is rendeltem, és akkor ha ilyenre vágytok, szerintem teljesen az olyan kattantaknak, akik tényleg nem bírják elviselni az autójuk, egy picit is koszos, azoknak mindenféleképpen, meg hogyha madárkakit le akarod szedni, de nekünk is például gyakorlatilag forgatások előtt csak vinni kell rohadt sok vizet magunkkal. Na nézzük a porszívót. Ez olyan jó. Porszívózni fogunk. Hát természetesen ebben a kocsiban laknak, meg gyerekek is szoktak benne ülni, úgyhogy nézzük meg. Nézd oda be, hogy néz most ki, és akkor egy kicsit megporszívozom, jó? Felszívta a port? Fel. Mint egy morzsaporszívó, ahogy az én drágám az előbb mondta. És itt van benne az összeszedett csúszmány. Ide kijöntjük most. Ez is működik. Ez jó. Összességében tehát elmondhatjuk, hogy azoknak az embereknek, akik
betegesen odafigyelnek az autójuk tisztaságára, vagy csak egyébként most a viccet félretéve praktikussági szempontból ez befér a csomagtartóba, látod, milyen jó kis bőröndben érkezik, összedobálod, bent tartod, és bármi van, van egy szabad 5 perced, kiporszívozod. Most azt nem mondom, hogy gyakran fogod azzal lemosni az autódat. Levegőkompresszor, ide megy be az akkumulátor, ez az egyik hasznos dolgunk, porszívó. Ezt tetszett talán a legjobban. Egy mosófej kiegészítő. Hát egy ilyen mosó. És maga az akkumulátor, ami moduláris, és van hozzá egy gyűrű, hogy jól is nézzen ki. Ez pedig vezeték nélküli töltő is. Túl azon, hogy powerbank. És így áll össze a csomag. Ezt az egészet én most beletelepítem az autón hátuljába.